Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudtak jelentkezni a 2019. szeptemberében induló képzésekre, azoknak még 9 napjuk van, hogy beiratkozzanak a kereszt fél éves képzés valamely formájára. Szexárdon például felnőtt képzésre is lehet jelentkezni február 1-jéig. Több éve, hogy a Szexuális Szakképzési Centrumban nem csak az általános eljárásban, azaz a szeptemberben induló képzéseire lehet jelentkezni, hanem az úgynevezett keresztféléves eljárásban a februárban indulókra is van lehetőség iratkozni. Azok, akik első megszerzett diplomájukkal sem tudtak munkát szerezni, most ingyenesen vehetnek részt a felnőtt képzésben, de azok is jelentkezhetnek, akik munka mellett végeznék. A felnőtt oktatás a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. A hétnek jellemzően 3 délutánján vagy estéjén, esetleg egy szombat délelőttjén zajlanak a képzések, így mindenkinek ajánljuk, akik munka mellett szeretnének tovább tanulni. De egy másik nagyon fontos eleme a képzésnek, hogy ezek ingyenesek, hiszen a szakképzésben az első és a második szakma megszerzése ma mindenki számára ingyenes. Idéntől a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzési formákkal várják a jelentkezőket a szakképzési centrum munkatársai. A fél, 1, 2 vagy 3 éves képzés ideje alatt piacképes tudást és szakképesítést szereznek a jelentkezők. Ennek alapján nagyon rövid időn belül kaphatnak állást a képzést elvégzők. Tolna megyei igények azok jellemzően 2 terület köré csoportosíthatók. Nyilván Paks 2 hatása révén a műszaki terület az egyik kiemelt terület, de ha a turizmus vendéglátást nézem, Szekszárd ebben nyilván élen jár és komoly igényeket fogalmaz meg, de Tamási is. Így a vendéglátó szakmában a pincér, szakács, cukrász képzés nyilván népszerű képzése. Február 1-ig online is lehet jelentkezni a Szekszári Szakképzési Centrum oldalán a felnőtt képzés nappali, esti vagy akár levelező munkarend formáira.